Tisztelt karcagiak! A szuverenitásért folytatott küzdelmünk nem új keletű. Kossuth Lajos, a magyarok Mózese időben figyelmeztetett. Ne hagyjuk, hogy Európa molokká, szörnyeteggé váljon, amely nemzetekkel táplálkozik. Egy olyan Európára van szükségünk, amely nem idegen és sokszor láthatatlan erőközpontú utasításait, ukázait, birodalmi napi parancsait, bornírt EP határozatait követi, hanem az európai polgárok érdekében a demokratikus megoldásokat keresi. Olyan Európára, amely nem megtagadja, hanem megéli a zsidó-keresztény kultúrát. Olyan Európára, amely büszkén vállalja, hogy szuverén nemzetek közössége. Olyan Európára, amely építeni, nem pedig elásni akarja a jövőnket, amelyben nincs becsülete a saját nemzetük ellen áskálódóknak, ahol általános közmegvetés illeti a hazánkat és értékeinket megtaposókat. Mi ugyanis jobban szeretjük a hazánkat, mint amennyire gyűlöljük az ellenségeinket.